Szorongásaik miatt adogtak. Beszélni megtanultak, a szorongást legyőzni nem. Apa és fia, színjátékosok. Jó estét kívánok, Veres Kriszta vagyok. Színjátékos, így hívta magát. Mintha a színészet tényleg játék volna, nem pedig olyan mesterség, amelybe bele kell halni este 7-től 10-ig, és amiben belehalt már oly sok zseni. Ismerte ezt a küzdelmet Őze Lajos, tudja a fia Áron is, aki mégis ezt a pályát választotta, és tudja az összes színjátékos, aki róla és a színházról mesélt, meg italról, bűnhődésről, szenvedélyről. Az interjúk során nem meséket, hanem vallomásokat hallgattam végig, amilyeneket még soha nem hallottam. Amíg le nem megy a függöny, amíg figyel a közönség, addig tart a színjátékos irigyelt élete. Elfelejtjük néha, és hajlamos kell elfelejteni, hogy zajlik az élet. És amikor az élet úgy zajlik épp, hogy meghal egy kollega és a szerepét át kell venni, sok színjátékos csak akkor gondol arra, az élet talán máshol van. Annyira sivára az életünk, végül is, annyira beszűkült, akár színházat csinálunk, akár szerencsénk van részt venni egy forgatásban, pláne nagyobb szerepben, de még akkor is olyan borzasztóan síváron élünk, hogy nincs más szanszunk, legalábbis azoknak, akik remélnek valamit, mint a munka. Sokféleképp lehet ezt túlélni, vagy ezen túllépni. Mi két színjátékos kísérletét mutatnánk be. Az egyik a fiú, akit már láthattak is. A másik, akinek évtizedekkel ezelőtt Jordán Tamás vette át a szerepét, az apa. Egyre inkább, hogy telik fölöttem az idő, hajszolom magam a tökéletes mestermunka felé. Mert egyetlen tragédia történhet egy ember életében. Ha nincs remény az életre, biológiailag, a második, ha nincs munka, mert a munka nélküliségnél szörnyű dolog nincs. A színjátékosnak egy a dolga, ha kezébe vett egy szerepet, és megbízták vele, akkor játssz el jól. A színjátékos, az, aki így vallott a hivatásról, egy alföldi kis házba született 1935-ben. Az alföldi ember az csendes ember. De hogyha robban, akkor nagyon csúnyán tud robbanni, ez is igaz. És a tabu pedig az, hogy hallgass a gyerek, ez nem neked való című dolog. Tehát ő azt nem nagyon szokta meg, hogy a saját gondolatait meg tudja osztani mással, vagy a saját kérdéseitvel tudjon valakihez fordulni. Szentesen így a nehéz természetű, kiszámíthatatlan Mészáros és a munkába álló anya gyermeke gyakran maradt egyedül. És ha tehette, meg sem szólalt. Ő gyerekkorában kommunikáció képtelen volt, tehát ő olyan erősen és szinten dadogott, aztán magától tanult meg 3 év alatt beszélni. Hihetetlen út lehetett ez is, tehát hogy valaki úgy dönt, hogy na akkor ennek akkor vége, és saját magától elsajátítja a beszédet. De ettől még magányos maradt. A könyvekhez menekült, az elképzelt világban egyedül lenni is jó. Tanár akart lenni. Jelentkezett is a helyi Horváth Mihály gimnáziumba, ám felvételijével elkésett. A mezőgazdasági technikumba viszont sikerült bejutnia. Itt találkozott egy tanárnővel, Sári Ilonával, aki arra biztatta, olvasson hangosan, míg hibátlanul nem ejti a szavakat. Őze Lajost elkezdett tehát felolvasni, majd szavalni, iskolai előadásokon fellépni. Eljutott odáig, színész akar lenni. A színpadon sikere volt, a főiskolai felvételin is. Neki a Síkvidék látványa után, a nyugatiból kilépve, a vonat, amikor jött az akadémiára, ezt ő maga is mondja el több riportjában. Maguk a házak is onok voltak, mint a hegyormok lettek volna, szóval egyszerűen fogalma nem volt, hogy a horizont látványa hiányzott neki, meg lehet érteni. A főiskolán, a színpadon, a szerepekben viszont otthon volt, csak ott volt otthon. Egy vizsgálódáson állt egy zongora mellett, és a soha nem felejtem el. Egyáltalán tudja, akik már elmentek közülünk, hajlamosak vagyunk túlértékelni a szeretetünktől, de őt nem lehet elégítő. Ő egy egészen különleges csodája volt a magyar színészetnek. Úgy szoktam neki mondani, amikor még
élt, és találkoztunk, hogy te vagy a világ legcsodálatosabb mocsokbercie, és a világ legelegánsabb ura. Szóval azt hiszem a Szeged Szeggel abban láttam, hogy valami őrületes figurát játszott, de olyan, olyan igazi mocsokberci volt. És emlékszem, valamelyik, nem tudom a címét, egy Ibsen darabba bejött, mint bankár, vagy tehát olyan, alig van, vagy volt olyan magyar színész, aki úgy tudott elegáns lenni, mint Tőze Lajos. Nem szenvedhetem a hízelgőket napságosban. Egy év állt a szereppel, akkor is, ha lobbanékonynak kellett lenni. A bor, a só, meg a gyertya miatt. Ha nevettetni kellett. Én csak azt mondom, Pelikán elvtárs. A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Üsele ezt a marhát. Vagy királyokkal együtt játszani. Gratulálok, 1-0. Jöhet a másik, és vége az előadás. Jó volt, sokak szerint zseniális, de ezt senkinek nem hitte el. Nem tudott lazítani, nem is akart. A legjobbat, mindig a legjobbat akarta teljesíteni. Hát ilyen ember volt az apám. Örökké bizonyítani akart, és nem másnak, magának. Magának, és olyan hihetetlen magasra tette a mércét, hogy tulajdonképpen saját magának okozott ezzel gátat, hogy utána beléállt a félsz, hogy nem fogom tudni átugrani. Amit ő magának föltett. Tehát azért elképesztő, kegyetlenségig maximalista volt a munkájában. Csak hogy nem tudom, uram, valóban szabad vagyok-e? Ezt a feszültséget valahogy oldani kell, különben robban. Ezt lehet úgy is, hogy a színész beül a büfébe és beszél. Italozik, megváltja a világot, és hajnalig marad a kollégáival, hogy ne kelljen hazavinni a feszültséget. Szégyelljen magát! Szégyellem magam, ma is akkor? Van, aki előadás után szépen hazaindul, egyedül vagy kettesben, nyugodtan. Egyfelé jártunk haza, és volt a sarkon, akkor olyan jó kis vacsorázó hely vagy. Na, mindig ott szoktunk búcsúzásról meginni egy-egy fél unikumot. És akkor beszélgettünk 2-3 mondatot, de nem volt nagyon közlékeny ember különben. Nehéz. Nagyon nehéz. Aki nem tudja kibeszélni, az hazaviszi az alkotói problémáit. Gyötri magát a szereppel, elemez, jó volt-e, vagy hogy lehetne jobb. És ha nem boldogul, hát iszik még. Előadás előtt, alatt és után. Azért ezt a kevertet még nem tudták elrontani, mi? Ezt sokáig bírni nem lehet. Kell egy társ, aki talán megválthat ebből a sorsból. Már kétszeresen elvált, amikor találkozik egy nála 10 évvel fiatalabb lányjal. Nagyon vehemes és nagyon szenvedélyes. Nyilvánvaló, hogy hozzá kellett nekem is szoknom 22 éves koromra, hogy ő azt, hogy szeretlek, és úgy mondta, hogy ettől más valaki halára vált volna. Ekkor a színjátékos úgy dönt, új szerepet vállal, apa lesz. Én a harmadik felesége voltam, és csak tőlem vállal gyereket. És ez az érzésem, akkor ő 33 éves volt, és már bujkált benne a rák. Én nem nagyon tudom eldönteni, hogy ezt egy ember megérzi, vagy sem. De valami olyan dolog volt, mintha végre valahára velem és általam családot kap, gyerekeket. És aztán, mint egy ilyen kincset úgy letette az én kezembe az egésznek a továbbvitelét, hogy így mondjam, hogy ő tovább foglalkozhasson a munkájával. Amikor megszületett Gábor, akkor édesapja lelkesen pelenkázott, etetett, játszott, már amikor jutott a családjára ideje. Második fia születésekor épp nem jutott. Áron, amikor megszületett, akkor ő 40 napig nem is látta a saját fiát, mert vidéken forgatott. Nem volt mese. És ilyenkor nem mondhatja azt az asszony, hogy... Nem. Hát hogy mondaná? Hát én tudtam, hogy nem sétafikál, meg megcsal, dolgozik, és az ő szakmájához ez tartozik. Ez a fajta munkarend. Nem azt mondom, hogy könnyű volt, de hát ezt el kellett fogadni, szóval
már születésünk óta férfi a férfival kezelt minket. Tehát számára az nem kölyökkor, meg gyerekkor, meg kamaszkor, hanem van két fantasztikus fia, akik férfiak. Jó reggelt, Bodor úr! Jó reggelt, Bodor úr! De azért nyilván van a gyerekkori élményeink, amikor nem mertünk kimenni pisilni, mert apu már hazajött, és hallottuk, hogy hát forra világ, bústengere, ó magyar. És akkor ezek nyilván olyan élmények is, vagy ilyen élmények is vannak, amik hát nem könnyűek, vagy amik nem éppen szépek, vagy színesek. Ugyanakkor pedig, amikor meg semmi ilyen hatás alatt nem volt, vagy amikor minden rendben volt, akkor meg a világ leghelyesebb és aranyosabb apukája. Viszont akkor is olyan feszültséggel és olyan izzással volt jelen, hogy mi néha féltünk tőle. És amikor egy vasárnap délután otthon voltunk, pont a mi gyerekszobánkban aludt anyu is, meg apu is, mi játszottunk, és akkor észrevettük, hogy apu felébredt, anyu még alszik, akkor hangosabban tologattuk a rendkerekes autót, hogy anyu is ébredjen föl, mert néha féltünk egyedül maradni apuval. Bármelyik taknyos nekem esed, hogy elrontam az életét. Ugyanakkor meg megkaptunk tőle nagyon sok mindent, ami meg fontos. Tartást, emberséget, tisztességet, morált, etikát és egy csomó mindent, és azt, hogy nincs nyafogás, nincs hiszti, nincs nem tudom micsoda, hanem tessék, ami levest megfőztél, azt tedd is meg. A nők tiszteletétől kezdve egy csomó mindent, amihez hozzátartozik ehhez a tényleg spártai neveléshez. A fiúk sosem kérhették, eszükbe sem jutott kérni, hogy édesapjuk legyen többet velük. Így igazán öröm volt, ha mégis ráért. Például egy iskolai fellépésre. Ez egy diánszijátszás volt általános iskolában. És aput is meghívta az iskola egy vers elmondására, el is mondta. Ijesztően különben, ezt én is véghallgattam, az Őskaján, az volt a fő verse. Piros hajnalok hosszú sorban suhannak el, és részegen kopognak be. Az ablakon szent kelet vesztett boldogsága, ez a gyalázatos jelen, és a kicifrált könyvendő táncol egy boros asztalon, s Őskaján birkózik velem. Ez volt az a vers, amit meghallgatva még Latinovics is elismerte jobb nála. Te mondom, az Őskaján, te mióta babrálok? Szóval 20 éve. Mondom, én is körülbelül, vagy 25. Nála szól, és ott elmondtam neki. Ekkor kaptam a forintot. Utána mi jöttünk egy Molière előadással, mint diákszínjátszók, amiben a főszerepet játszottam, a Bot csinált a doktor című előadásról van szó. És édesanyám bevallása szerint utána hazamentünk, és hát elég bárgyú képet vágott apu, és annyi mondott, hogy baj van. Csédókám, nagyon nagy baj van, mondom, Jézus, mi történt? Ezek vagyok tehetséges. De nem lesz belőle színész. Jó. De miért nem? Féltette. Féltette a szakmától. Azért, ha valaki, akkor ő igazából tudta, hogy ezt úgy, vagy úgy érdemes csinálni, hogy 100%-ig, már 50%-ig nem érdemes, akkor ne ezt csinálja. De akkor meg viszont irdatlan, hogy az ára. Hát ettől óvnak én most téged, Dénes. Nála az ár az volt, hogy továbbra is uralkodott rajta az ital. Én nem nagyon szeretem, ha a kollega bármikor iszik előadás közben, ne igyon, igyon utána. Egyedül az Őze Lajosnak bocsájtottam meg, hogyha előadás közben is ivott. Bizonyos betegségei voltak már, és ő ezt nyilván nehezen viselte, és ő volt az az ember, aki akkor is tökéletes tudott lenni színpadon, ha ivott. Annyira jó volt Ben Johnson Volpone című darabjában is, hogy a szakmában már biztosra vették, ezért a Corbacho alakításért végre megkapja a Kossuth díját. De nem kapta meg. Az volt a tétje az életemnek, az említhetően tragikus este után, hogy az őzeölő gyalázatos maszkja oda nő-e a pofámhoz, vagy valaha az életemben ezt tisztába tudom-e tenni. Mert a látszat az volt, hogy én a nagybeteg nagyszerű kollégámat cserben hagytam, és ott hagytam a színpadon. És hogy volt ez? Ez volt a látszat. A valóság pedig az, hogy a
kezem között, csak nem meghalt a Lajos. Miket? Hajtok itt össze-vissza! Azon a botrányosnak kinevezett estén már felhívták Székhelyi figyelmét, őze sokat ivott. Volt ilyen máskor is, mégis probléma nélkül lement az előadás. Akkor is elkezdték. 14 centire az én józan tekintetemtől, ki tudja hány másodpercre vagy fél percre talán elvesztett az eszméletét. Mérlegelnem kellett, hogy mit kell és mit lehet tennem. Tehát mi az, amit tehetek, mint kollega, mint ember, mint játszótárs. És csak arra gondoltam, hogy valahogy ki kell menekíteni innen a Lajost. Szűzanyám, most mit csinál? Nem tudtam jobbat kitalálni, mint hogy technikai okokra hivatkozva abba hagyottam az előadást, és el akartam vetetni a fényt a világosítókkal, akik egész egyszerűen dermedtek voltak, és a kezük ott maradt a pulton. És mindez telt ház előtt, 100 000 watt reflektor közepén, ijesztő volt a helyzet. Én kiszaladtam, és mondtam, hogy segítség, mert baj van. És akkor a Kállai Feri azt mondta, hogy Jocókám, menj vissza, és mondjál valami monológot, valamit, találj ki. És a stúdiósok meg kivitték a Lajost. Fegyelmi következett, botrány, Székhelyi pedig a kollégák utálatától menekülve elhagyta a Nemzetit. Sajnos még nekrofil ország vagyunk. Igyekszünk valami nagy halott tisztelettel főt hajtani ahelyett, hogy saját élőinknek tekintenénk az élőinket, ha megbecsülnénk őket, ha szeretnénk őket, ha vigyáznánk rájuk. Mi különböző álhazug vagy igazi hazug menekülő folyosókat építünk ki azoknak, akiknek elfogadjuk szakmai szerszámként az alkoholizmust. Őze Lajos mégis megkapta Kossuth díjat, halála után. Nagyobbik fia Gábor vette át, ugyanazzal a testtartással, arckifejezéssel, mint az apja egy korábbi díjat. A Volpon előadás idején Őze Lajos már nagy beteg volt. Pályatársai nem tudták, azzal segítenek-e neki, ha hagyják pihenni, vagy ha munkát adnak neki. Bacsó Péter a Hány az óra Vekkerús forgatásakor az utóbbit választotta. Én úgy éreztem, hogy nincs jogom, de nincs mehszem se közölni vele, hogy abba hagyjuk a vele való munkát, mert tudtam, hogy ez a bejelentés, ez biztos, hogy az ő elmúlásával lett volna egyenlő. A forgatások szünetében már járni is alig tudott. Még el nem indult a kamera. A filmet Jordán Tamás fejezte be. Őzének nem sikerült. Ki kopog? Ja, pardon. Hát én halott vagyok. Most zárják az ajtót. De tudom, hogy van egy világ, hol nincsen fájdalom. Őze örökségét sokféleképp ápolják. Szentesen a halála után mozit neveztek el róla, Budapesten emlékkövet avattak. És volt két kamasz fiú, akiknek fel kellett dolgozniuk ezt az örökséget. Pont a bátyám, akit megint szóba hoznék, ő döntött úgy, nagyon fiatalon, szinte még messze a kamaszkor előtt, hogy neki egyetlen egy életcélja van az életben, egy harmonikus, kiegyensúlyozott család. És ezt már 13-14 évesen megfogalmazta. Egy érdekes reakció egyébként. Nekem nem. Én nekem nem voltak ilyen, és nincsenek, most sem mondom, ilyen nagyon ilyen megfogalmazott
terveim. Gábor operatőr lett, Áron pedig úgy döntött, meghagyja az iskolai színjátszóköri sikereket szép emléknek és mást választ. Faipari szakközébe kezdett járni, ahol akárcsak apja, ő is találkozott egy lelkes tanárnővel. Ő Thomas Mann-t olvasott, 15 évesen. Tehát nagyon érett, nagyon mély érzésű, és szerették a tanárok is, szerették az osztálytársai is, szerették. Néha lehetett babuzsgatni is, mert olyan szép kis fiú volt. Egy olyan fiúról beszélünk, akiről az általános iskolában még egészen más volt a véleményük a tanároknak. Az általános iskolában megfigyeltem, hogy a naplóban a neve mellett van egy felkiáltójel. Akkor megkérdeztem a bátyámot, hogy figyelj már, fönt a neve mellett van egy piros felkiáltójel. Nézd már meg, hogy neked is van-e. És eltelt egy hét, ő is megnézte, és neki is volt egy felkiáltójel. És akkor úgy megtudtam, kinyomoztam, hogy mit jelent ez a felkiáltójel a neve mellett, és hogy valami olyasmit jelentett, hogy nem tudom, valamilyen jelölték, hogy hát érzékeny hátterű gyerek, tehát hogy vagy nyilván pedagógiailag jobban oda kell figyelni, vagy szóval nem tudom, vagy sérült, valami ilyesmi megjelölés volt. Ez rendkívül zavart, és nem éreztem magam annak. Ez a fiú a középiskolában odaállt a tanárnője elé. Egyszer csak azt mondta az Áron, hogy ő szerinte inkább színházat kéne csinálni, mint magyar igeragozással foglalkozni. Gyakorlatilag egyszer csak azt vettük észre, hogy színházat csinálunk ebben a középiskolában. Érettség után már nem volt kérdés, felvételizik-e a színművészetire. Elsőre sikerült. Pedig neki is volt egy olyan hiányossága, ami miatt senki sem bátorítja a jelentkezőket erre a szakmára. Kivéve, ha őzik. Édesapádnak a gyerekkorát eléggé megkeserítette, hogy dadogott. Neked is volt problémád. Igen, van is, tehát, hogy ez Ez öröklődik? Igen, ez állítólag igen. Sok formája lehet ennek. Nagyon sok mindenre jó és nagyon sok mindenre való. Először is el kellett fogadnom, és elfogadom, hogy az egyéniségemnek a része bizonyos értelemben. Ezt sem tartottam sosa el, és értem meg drámának, vagy tragédiának. Nagyon sok humorforrása volt ez az úgymond a adogásom, vagy akadásom. Már a főiskolán is például. Tehát volt olyan szó, amit helyettem osztálytárs mondott ki, és csak megköszöntem, és folytattuk tovább. Átlépek a Rubikonon! Sikeres évek jöttek a Nemzeti Színházban, majd filmen is. A lányok szerették, a kollégák is, majd egyre több díjjal halmozták el. A sors tréfája vagy ajándéka, hogy az Őze Lajos díjat is megkapta. Voltak olyan helyzetek, amikor meg kellett védenem magamat a saját jogomon, hogy én Áron vagyok és nem Lajos. És voltak szélsőségesebb megnyilvánulások is, amikben az ember megint csak meg kellett tanulja, hogy akkor ez hogy kezeli, vagy ezzel hogy bánik. Mert én eddig megcsináltam mindent. Mindent, amit apám mondott, mindjárt is azonnal. De immár most én is kezdek nagy lenni. És így szeretném tudni, hogy mit miért csinálok, ennyi az egész. Se rájátszani nem állt sohasem szándékomban, se pedig hadakozni és kézzel-lábbal tenni ellene, mert butaság, mert az is már egy görcs. Apának ezen örvendezni kéne. A színházat Áron sem tudja félgőzzel csinálni, és ahogy a színjátékosoknál szokás, ő sem tudta otthagyni a feszültséget a színpadon, ha lement a függöny. És innentől ismétlődik a történet. Neki is a színpad válik otthonává, elválik, a pohár fenekére néz. Viszont a színjátékos fia az apával ellentétben azt mondja egy idő után, ebből elég. Sportolni kezd, hisz az önfegyelemre nevel. És a lakásában sem akar többé magányosan ülni, díjakkal körülvéve. Úgy képzelem el, hogy ülök egy asztalfő, és különböző díjakkal a diót töri az unokám. Mert hogy arra való, és tökéletesség különben, ezt is kipróbáltuk már. Tehát, nagyon szeretek gyerek lenni, és gyerekeskedni, és ezt most tényleg meg is tehetem hunorral a nevelt fiammal, és nagyon jó érzés is, és a legnagyobb baromságokat csináljuk. Szeretném, ha ebben az iskolában pedig megtanulhatják a gyerekek, miért is jó gyerekeskedni, hogy le lehet vetni a gátlásokat, és igenis mindenki megtanulhat szépen beszélni akkor is, ha korábban meg sem mert szólalni. Azért olyan kerek ez az egész történet, hogy az édesapja nevét fölveszi egy iskola, egy olyan iskola, ahol egy tanárdiák együtt létrehoz egy alapítványt azért, hogy sok olyan gyereknek legyen lehetősége
olyanná válni, mint amilyenné az Áron válhatott. Kerek a történet igazán úgy lett, hogy az első találkozónk után pár héttel már a Magyar Színházban találkoztunk. Az egykori Nemzetiben, melynek még a régi épületben Őze Lajos is tagja volt. Most ennek a Magyar Színháznak Őze Áron lett az igazgatója. Egyszer a televízióban láttam őt énekelni és táncolni. És azt mondtam, hogy elegáns, mint az apja, nagyon vonzó fiúnak láttam ott, és ugyanakkor van valami ebbe a vonzó fiú mögött az apjából, az apja mélyéből is. Úgyhogy igazából örülök, hogy rendez, és hogy igazgató, de kívánok neki egy nagy rendezőt, aki előhozza belőle az igazi nagy színészt. Erre most nem sok idő lesz. Egy igazgató inkább hivatalnok, mint művész. Ez a Cyrano rendezés lesz most évekig az utolsó, ami Áront a színpadhoz köti. A színjátékos rendező, akiből igazgató lett, ma már, ha kell, a színházat is ott tudja hagyni az előadás vége előtt. Főként, ha egy kisfiú kéri erre. Önök a 21. századot látták. Riportjainkat